Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Ugye a mai webináriumunknak a címe a Fővárosi Szabó Ervin könyvtár adatbázisai és a digitális írástudás fejlesztését támogató programjai. Elsőként szeretném megkérni dr. Dippolt Pétert, a központi könyvtár igazgatóját, hogy mondja el köszöntőjét. Sok szeretettel és tisztelettel üdvözlök én is mindenkit. Remélem, hogy a technika rendben van. Nagyon rövid bevezetőt szeretnék tartani, hiszen nem akarom elvenni az időt kollégáimtól. Én azt gondolom, hogy a program ismeretében elmondhatom azt, hogy egy valóban tartalmas egy órának nézünk elébe. A COVID-járvány jelentősen átalakította egy sor szakma belső szerkezetét. Így van ez a könyvtárak esetében is, ahol a hagyományos fizikai jelenléthez kötött szolgáltatások, mint a kölcsönzés, a helyben olvasás, a közösségi térként való használat gyakorlatilag megszűnt a járvány következtében. Nagyobb lendületet kapott azonban az online szolgáltatások és az adatbázisok fejlesztése, amelyekből a webinárium keretében egy csokrot állítottunk össze a központi könyvtár szakembereinek tolmácsolásában. A kínálatban a központi könyvtár olvasó szolgálati osztálya, a Budapest gyűjtemény, a Sárkányos gyerekkönyvtár, a Szociológiai gyűjtemény oktatást is támogató adatbázisai és online szolgáltatásai szerepelnek. Reményeink szerint olyan produktumok, amelyek a digitális írástudás fejlesztése mellett a pedagógusok munkáját is segítik. Remélem, hogy a most következő rövid bemutatókkal sikerül felkeltenünk az érdeklődésüket, és egyre többen látogatják meg könyvtárunk honlapját az adatbázisok és a szolgáltatások használata érdekében. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, Péter, és akkor folytatjuk is az első bemutatóval, ez pedig a Budapest gyűjtemény szolgáltatásairól fog szólni. Átadom a szót Sándor Tibornak, a Budapest gyűjtemény osztályvezetőjének. Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Ha jól tudom, akkor nem látszom, de talán hallani hallatszom, és akkor inkább használok egy PowerPointot, és adatbázisokra is oda kapcsolok. Amennyiben látszik, akkor a Budapest gyűjtemény fotótárának a diája jelent meg először. A Budapest gyűjtemény a Fővárosi Szabó Ervin könyvtár legrégibb gyűjteménye, alapvetően egy várostörténeti gyűjtemény, helyismereti gyűjtemény, de itt őrzik a könyvtár egyéb régi külön gyűjteményeit is, ezért az anyaga túlmutat az ország fővárosának tartalmi határain. Ugyanakkor a Budapestnek a magyar fejlődésben betöltött sajátos helyzete miatt, ami itt az itt található anyagokat mások is jól tudják hasznosítani, különösen történelem, művelődéstörténet, építészet, művészettörténet témákban. Elsősorban a Budapest gyűjtemény fotótáráról beszélnék, pontosabban annak digitális megjelenéséről, a Budapest képarchívumról. Ez két forrásbázisra épül, az első ebből a Budapest gyűjtemény fotótára, tehát az eredeti fénykép gyűjtemény, egy olyan 2,5 százezer régi fénykép, és a második pedig a könyvekben levő illusztrációk, amelyekről régi kollégáink egy hatalmas képkatalógust állítottak össze. Bocsáss meg, Tibor, közben félbeszakítalak, mert többen jelzik, és nálam se jelent most meg a prezentáció. Próbálkozom újra. Köszönöm. Nem engedi megjeleníteni a rendszer. Azt írja, hogy nem lehet megjeleníteni. Most újra megpróbálom. Vajon most látszik-e? Igen, most látszik. Még nincs teljes képernyőn, de látjuk a képernyődet, úgyhogy köszönjük. Jó, most már a teljes képernyő is látszik, ugye? Igen, szuper, jó, köszönjük. Hát,
Tehát ez volt a fototár, és a második pedig az a bizonyos képkatalógus, amelyikben a könyvekben, folyóiratokban levő fényképeket, képeket és egyéb illusztrációkat gyűjtötték össze régi kollégáink, és mi ennek alapján válogattunk képeket, és rögzítettük az adatbázisba. Körülbelül így fest az adatbázisnak a kiinduló képe, és jobb oldalon, vagy nekem jobb oldalon látható az elérési hely, bpcap.seg.hu. Ezen a címen találják meg az adatbázist. Mivel több kollégám fog beszélni a Szabó Ervin könyvtár egyéb adatbázisairól, és felteszem, hogy a kezeléséről is fognak szót ejteni, ezért ebben most ennek nem mennék elébe, tehát egy ilyen felületet látnak. Fontos, hogy a Szabó Ervin könyvtár egy nagy közös katalógusba gyűjti a könyveinek és egyéb dokumentumainak a leírásait, és azokat a szakadatbázisokat is, amelyekről majd még szót ejtünk. Ezek együtt is kereshetők, de külön szegmentálva, egy külön felületről megközelítve, megszűrve is megtalálhatók. Tehát egy ilyen szűrt, szegmentált felület a Budapest Képarchívum külön oldala. Itt látható egy találati halmaz, amelyiket egy egyszerű kereséssel hívtunk elő. Beírtam a egyszerű keresésbe azt a kulcsszót, hogy omnibus, és akkor ezeket a képeket dobta ki a rendszer. Ezek közül egy képet most közelebbről is mutatok, annak érdekében, hogy érzékeltessem, hogy mi milyen szempontok szerint próbáljuk kezelni ezeket a fényképeket. Megpróbáljuk annyi elemre felbontani, amennyi értelmesen különálló képként is meg tudna állni, és ilyen módon ezeket mind tárcavazni, leírni, kulcsszavazni. És ezzel lehetőséget adni arra, hogy ezek szerint a szempontok szerint megtalálják az olvasók. Itt tehát szerepelnek láthatólag konkrét házak, épületek, templomok az ő saját neveikkel, de külön láthatók mindenféle közlekedési eszközök, amiket mi egységesített tárcavakkal leírunk. De találhatunk még olyan hát ilyen exotikusabb részleteket is, mint itt ezeket a férfiakat, akik karonfogva sétálnak. Régi fényképeken itt is egyébként jól látható, hogy ez a társadalmi szokás akkor még elfogadott volt, és ezeket a jelenségeket is igyekszünk leírni. Itt látszik, hogy egy ilyen képet végül is hogyan prezentálunk a használóink számára, és itt látszik, hogy egyrészt az összes objektumot a maguk pontos földrajzi elhelyezkedésével leírunk, ha esetleg az építőmesterek vagy egyéb művészek neve fontos, akkor azokat is megadjuk, illetve köznévi tárcavakkal igyekszünk mindenféle kulcsot, belépési lehetőséget biztosítani. Az előbb emlékezett apró furcsaság, hogy a férfiak karonfogva sétálhattak a 19. 20. század fordulóján, azt ilyen komolykodó kifejezésekkel próbáltuk leírni, mint hogy fizikai kapcsolat, érintkezés, emberek között, társasági szokás. Az a tapasztalatunk, hogy szinte minden szempontnak van valamilyen kutatója. Az ember soha nem tudhatja, hogy a képét vajon kinek a számára teszi hozzáférhetővé, ezért igyekszünk ilyen sokféle tárcót adni. Itt is látszik, hogy egy Erdélyből áttelepült, 1919-ben áttelepített család képéhez igyekszünk nem csak a tárgyi világot megjeleníteni itt a tárcavakban, hanem azt is, hogy milyen társadalmi jelenségek, történelmi jelenségek illusztrációjára alkalmas ez a kép. És ezt különösen a történelmi tanárok figyelmében ajánlom. Néhány egyéb vonására is fölhívnám a figyelmet az adatbázisnak. Az egyik az, hogy megoldottuk azt, hogy a képek legfontosabb tartalmi jegyei, azok a képek magukba is beépülnek. Akinek van digitális kamerája, tudja, hogy egy csomó adatot rögzít a kép, amit tudtunk nélkül is, és a fejlesztőink segítségével ezeket a tartalmi adatokat is bele tudtuk rakni a képbe, ami azért fontos, mert ezek a képek vándorútra indulnak az interneten, elszakadnak az adatbázisunktól, és tulajdonképpen értelmezhetetlenek lennének ezek nélkül. Érdemes tehát a mi képeinket a különböző képkezelő programokban az úgynevezett IPTC adatoknál megnézni, ha elfelejtettük volna, hogy honnan töltöttük le, és hogy ki van a képen rajta. Vannak rendszerek, amik ezt automatikusan meg is jelenítik, a Flick nevű nagy nemzetközi képmegjelenítő, képgyűjtő program automatikusan kiolvassa a tárcavakat, és ilyen módon a kép függetlenül a mi adatbázisunktól tartalmával együtt mozog az interneten. Kisegítő szolgáltatása még az is ennek a rendszernek, hogy egy kis pici jel van minden földrajzi név
mellett, és ez a jel, hogyha erre rákattintunk, akkor átvisz minket a Google képhez, vagy a Google Maphez, és ilyen módon tudunk abban szembesülni, hogy egy terület hogyan változott meg az idők során. Szintén egy ilyen kiegészítő szolgáltatás, hogy hozzá lehet szólni a képeinkhez. Ez nagyon fontos, mert időnként marhaságokat írunk le, vagy pontatlanságokat, és használóink hívják fel erre a figyelmet. Közösen tökéletesíthetjük az információkat. Egy rendszer számunkra jelzi, hogyha valaki hozzászólt, és akkor mi ezt leellenőrizzük, és lereagáljuk, és persze átírjuk a tételt, ha igazom az olvasónak. További kiegészítő funkciója még a szerzői jogoknak a kezelése. Általában igyekszünk olyan képeket föltenni, amelyeknek a szerzői jogai már nem élnek, de ha mégis ilyen kerül föl, akkor az csak az adatai jelennek meg, és egy ilyen figyelmeztetés látszik. Itt tulajdonképpen ebben el is érkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy jelezzem, hogy hogyan tudják használni a képeinket. Törvénytisztelő állampolgárok általában akkor is megkérdezik tőlünk, hogy szabad-e a képeket használni, amikor mi már kiírtuk, hogy készségesen és bárkinek a rendelkezésére bocsátjuk. Ezért most elmondom, oktatási célra, nem üzleti jellegű célra, Facebookon való továbbadásra, előadásokra és így tovább, tehát nem üzleti célra, a képek szabadon letölthetők, képernyő nagyságú a legnagyobb felbontásuk, vagy a legnagyobb változatuk, és bátran használhatók. Szeretnénk, hogyha forrást feltüntetnék, hogy a mi munkánkat valamelyest, hát hogy mondjam, értékelve láthassuk. Váltanék akkor egy pillanatra, és akkor egy másik nézetbe mennék át, és pedig arra, hogy ugyanez a adatbázis elérhető a hungarikana.hu felületén is, ami egy nagy közgyűjteményi portál, ahol együtt kereshető ezekkel a gyűjteményekkel. Nem tudom, ez látszik most, hogy váltottam? Igen, látjuk, rendben látta, van. Igen. Tehát itt ebben a hungarikana.hu az a magyarok közgyűjteményeknek a közös portálja, digitalizált állománya közös portálja, és itt együtt lehet keresni olyan nagy gyűjteményekkel, mint mondjuk a Nemzeti Múzeum, vagy a Fortepán, vagy a Levéltár, és így tovább. Tehát itt is érdemes körülnézni. És akkor váltanék a másik témánkra, a Hungarikánára. A könyvtárunk egyéb digitalizált dokumentumai a Hungarikánán érhetők el elsősorban. Akik ismerik ezt az adatbázist, azt is tudják, hogy hihetetlen mennyiségű, sok tízmilliónyi lap, oldal és dokumentum térkép egyéb található. Érdemes megismerni a teljes szerkezetét. A legátfogóbb részét mutatom itt, ugye, hogy alapvetően van egy képgyűjteménye, van egy könyv és dokumentumtára, kétféle térképtára, levéltára, és még egy-két ilyen algyűjteménye. A mi dokumentumaink a könyv és dokumentumtárba találhatók. Itt látszanak, hogy milyen más gyűjteményekkel együtt. És ezen belül érdemes néhány dologra fölhívni a figyelmet. Az egyik az, hogy miután irdatlan mennyiségű anyagban keresünk szöveg alapján, nem lehet megspórolni, hogy az ember megtanulja a legfontosabb keresési segédleteket. El szokták riasztani a felhasználókat, mégis azt ajánlom, hogy foglalkozzanak ezzel. Itt található meg az i betűnél ez a rész. Ezek az úgynevezett szomszédossági keresők, hogyha ezt az ember megtanulja, akkor gyakorlatilag sok órás munkát néhány másodpercre szűkíthet le. Tehát ezt mindenképpen a figyelmükbe ajánlom. Továbbá az összetett keresés lehetőségét is. Ebben a könyvtárban a Szabó Ervin könyvtár, ott úgy lehet megtalálni, hogy a tartalomgazdák felől megyünk, és a tartalomgazdák között vagyunk mi is megemlítve. Igyekeztünk olyan dokumentumokat kirakni, amiket a leggyakrabban használnak nálunk. Egyik az iskolai értesítők, ez együtt van sok-sok más könyvtár iskolai értesítőivel, és a másik pedig, amit így lakonikusan könyvtári dokumentumokként
jelöltek meg a szerkesztők. Ezek közül csak néhány dolgot említenék meg. Az egyik az úgynevezett címjegyzékek kérdése. Ez a leggyakrabban használt adatcsoport vagy könyvcsoport. Ezek tulajdonképpen címtárak, személynévtárak, gazdasági címtárak és egyéb ilyen adatgyűjtemények. Elsősorban családtörténethez, intézménytörténethez lehet használni. Ha valaki keresi, hogy a fölmenői vagy a ismerősei, vagy egy adott lakókörnyéken lakó személyek, helyszínek múltját, akkor ezekben talál tájékoztatást. Ezek közül is talán kiemelném a budapesti cím és lakásjegyzéket, amelyik egy nagy sorozat volt a 19. század végétől. Sok ezer oldalas könyvekről van szó, amelyekben tulajdonképpen, amelyek egyszerre voltak címtárak, lakásjegyzékek, ingatlanjegyzékek, intézmények gyűjteményei, és egy mai szóval élve egy Yellow Pages funkciója is volt, tehát az, hogy mely foglalkozásokat kik és hol űztek. Ezeket itt bőségesen lehet keresni. Még a mi gyűjteményeink, a mi általunk digitalizált gyűjtemények közül néhányat kiemelnék. Nyilván itt most erre nem kerül egy sor, hogy ezeket mind részletesen ismertessük. Egyrészt találhatók bibliográfiák, tehát Budapest történetének bibliográfia kezdetektől 1950-ig egy hét hatalmas kötetből álló sorozat, amelyikben érdemes a városról szóló szakirodalmat keresgélni. Helyi tartalmú lapokat, tehát helyi újságokat lehet itt találni, például Rákos és vidéke, Buda és vidéke, és így tovább. És történelmi tanárok számára mutatnám az első világháborús plakátgyűjteményünket, amelyet a világháború évfordulók kapcsán tettünk közé. Ezek kereshetők egyrészt évek szerint, másrészt pedig azon az alapon, hogy fölismertettük a szövegét is, szöveges tartalom alapján is lehet keresni. A háborús hétköznapok összes részletére lehet illusztrációkat találni, nagyméretben letölteni és az iskolai prezentációk részévé tenni. Végül befejezésképpen még egy alkalmazásra hívnom fel a figyelmet, ez a fővárosi levél, eredetileg a fővárosi levéltárnak a projektje, amelyhez mi csatlakoztunk, a Budapest időgép, amelynek az a lényege, hogy megpróbálja azt a rengeteg fajta dokumentumot, levéltári iratot, fényképet, szöveges tartalmat a fővárosra vonatkoztatva egy térképen ábrázolni, és különböző időrétegekben kutathatóvá tenni, csak próbálkozásképpen mutatom, hogy például az egyik ilyen terület, tehát itt lehet földrajzi nevek alapján keresni, és azt beírjuk mondjuk, hogy ami velünk majdnem szomszédos épület, a Revicki utca 7, utca 7 szám alatti házról van-e valami, akkor oda-vissza térkép. És a helyrajzi szám alapján kidobja, hogy milyen az egész Hungarikánában milyen típusú adatok tartoznak hozzá, megadja a különböző időszakokban levő fényképei adatait, megjelenti az említett címtárból az oda tartozó információkat, tehát hogy ki a tulajdonosa, le lehet keresni, hogy 1916-os cégjegyzékben kik laktak ebbe a lakásba, tehát látszanak, hogy a konkrét lakók, és így tovább. A környékről pedig fényképeket dobál ki a rendszerét. Tehát egy ilyen összetett komplex képet ad egy konkrét területre, amivel kapcsolatban, hát akár az oktatásban is szót lehet említeni. Azt hiszem, az időm bőségesen lejárt, úgyhogy akkor én ezen a ponton befejeztem. Köszönjük szépen, Tibor! Bizonyára többen látták, hogy a chatben megjelent néhány link, ami az előadásban is elhangzott, úgyhogy ott könnyebben egy kattintással elérhető. És akkor megyünk tovább. A következő
amiről szó lesz, ez az Én könyvtáram projekt mintaprogramjai, úgyhogy felkérem Farkas Ferenc osztályvezető urat az olvasószolgálati osztály részéről, hogy vegye át a szót. Szeretettel szeretnék én is mindenkit köszönteni, és hamarosan át is váltok majd egy képernyő megosztásra. Előtte azonban annyit elmondanék, hogy 2017 és 2020 között zajlott az úgynevezett múzeum és könyvtári fejlesztések mindenkinek program. Ez a mostani előadások körében egy kicsit kakukktojásnak számít, mert nem önmagában a fővárosi Szabó Ervin könyvtárról, hanem általában a könyvtárok szolgáltatásairól szól, egészen pontosan tanulástámogató, illetve oktatástámogató szolgáltatásokról. És ugyanez a pályázat véget ért, de a fenntartási időszaka jelenleg is zajlik 2023-ig, és erről szeretnék egy kicsit kitekintést adni. Kérdezném, hogy a prezentáció látszik rendben? Igen, rendben. Köszönöm szépen. Kicsit hangzatos ez a megfogalmazás, hogy a jövő a könyvtárban kezdődik, azonban mi könyvtárosok úgy gondoljuk, hogy a jövő egy részéért mindenképpen felelős tud lenni a szakma, illetve a könyvtári terület, hiszen tud olyan fajta támogatást, pluszokat hozzáadni az oktatási rendszer munkájához, amelyek esetleg egy formális oktatás keretében nem biztos, vagy nem feltétlenül valósíthatók meg. Ezeket a számokat most csak felvillantom, hogy úgy a könyvtári rendszer általában hány embert szolgál ki, ez egy utolsó békeévnek az információit tartalmazza, hát most ebben az esztendőben, ami úgy körülbelül tavaly március óta számítódik, vágyakozva gondolunk ezekre az adatokra, de azért, ha azt az egy számot idézem, hogy most februárban a könyvtári cserepontjainkban csak itt Budapesten 26 ezeren fordultak meg, akkor azért mindenképpen jelzi, hogy van, illetve lenne érdeklődés a könyvtárak hagyományos szolgáltatásaira, hát reméljük, hogy mielőbb erre a területre is vissza tudunk térni. Az Én könyvtáram program az 4 fő fejlesztési irányjal dolgozott. A digitális kompetenciák fejlesztése, ez ugye most a digitális témahét szempontjából a legérdekesebb, illetve a legizgalmasabb. Az információkeresés fejlesztése, ez szintén ide tartozó dolog. Az olvasásfejlesztés és szövegértés fejlesztés, és mindehhez egyfajta keretet adva a közösségi tanulási szintérként hogyan határozható meg a könyvtár. Különböző céljaink voltak a projekt elindításakor, és ezek közül most leginkább azt emelném ki, hogy részben igényalapú volt ez a szolgáltatásfejlesztés, hiszen nagyon sok egyeztetést folytattunk le a projekt kezdeténél, nagyon sok partnert is gyűjtöttünk magunk köré, a megyei könyvtáraktól az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumon keresztül a Könyvtáros Tanárok Egyesületénél, olvasási szervezetekig, könyvtári szervezetekig, de ezeket most itt nem részletezném. Illetve másik oldalról pedig nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy ne csak a hátrány kompenzálás, hanem a tehetséggondozás is megjelenjen a könyvtárak feladatainál, tevékenységeinek. A munkát még megelőzte egy lakossági közvéleménykutatás, reprezentatív felmérés volt, mind gyerekek, mind felnőttek esetében. A gyerekeket most azért emelném külön ki, mert ez a lakossági felmérés előtt sem olvasáskutatási, sem könyvtárhasználati szempontból nem volt 18 év alattiak körében reprezentatív felmérés a 1960-as évek óta tartó könyvtárhasználati és olvasáskutatások történetében. És ugyanakkor volt módunk és lehetőségünk arra, hogy 2019-ben ezt a felmérést megerősítsük, megismételjük, így összességében 3000 gyermek megkérdezésével, illetve részben a szüleik bevonásával, hiszen itt a legkisebbeket is érintette, a 3-17 éves korosztályról volt szó. Ami ebből a szempontból érdekes, hogy nagyon sok következtetés volt levonható a gyerekek olvasási szokásaival kapcsolatban, és a könyvtár használattal kapcsolatban, és a kutatási eredmények az énkönyvtáram.hu oldalon elérhetők, ott különböző tanulmánykötetekben részben feldolgozásra is kerültek ezek az adatok, illetve a hasonló kutatások történetében példanélküli módon kikérhető a teljes kutatási adatbázis, és így akár tovább lehet elmélyedni azokban az adatokban, amelyeket a szakértők esetleg nem dolgoztak fel. A könyvtár használattal kapcsolatban most csak 2 dolgot emelnék ki. Megkérdezi a gyerekek 51%-a első alkalommal csoporttal érkezett a könyvtárra, így nagyon hálásak vagyunk mindazoknak a pedagógusoknak, akik elhozták hozzánk a gyerekeket,
és 42%-uk könyvtári foglalkozás, illetve 32%-uk könyvtári rendezvény résztvevője volt. Ezek nagyon fontos adatok számunkra. Mintaprogram fejlesztés zajlott az eltelt években. Összesen 90 olyan mintaprogramot dolgoztunk ki az ismertetett fejlesztési irányoknak megfelelően, melyekből később a pedagógusok részben választani tudnak az adott tanúrához kapcsolódva, részben pedig az adott könyvtárosok tudják kiválasztani, hogy a saját könyvtári környezetükben mely mintaprogramokat teszik hozzáférhetővé, hogy ezek milyenek, arról mindjárt egy kicsit bővebben is fogunk beszélni. Itt most csak néhány kiragadott kifejezés jelenik meg, tényleg a robotikától a biotípusú, tehát a hoz magaddal az eszközödet, a slam poetry-től a blokkolásig, nyomozós játékok, képregények alkalmazása, ilyesmi, tehát mindenféle olyan dolog, amit nem feltétlenül párosít valaki a könyvtárakhoz. Azonban, mint utaltam rá, úgy gondoltuk, hogy nem formális oktatásban igenis fontos szerepe lehet annak, hogyha könyvtári környezetben megjelennek ezek a tevékenységek. Az énkönyvtáram.hu portált már emlegettem, itt a mintaprogram, módszertan mintaprogramfejlesztés menüponton belül lehet megtalálni a mintaprogramoknak a listáját, és különböző keresési feltételekkel ezeket lehet szűkíteni is. Itt most a digitális írástudásra szűkített mintaprogram sor látható, és abból egynek a nézete, ez az úgynevezett ESZTA projekt természettudományi könyvtárban mintaprogramot mutatja be. Tekintettel arra, hogy senkitől, különösen nem egy pedagógustól, akinek rengeteg elfoglaltsága van, nem várható el, hogy ezeket így végigböngésze, YouTube csatornánkon elérhető mind a 90 mintaprogram, az ez egy-egy rövid trailer, amely kicsit igyekszik felvillantani néhány dolgot az adott mintaprogrammal kapcsolatban. Itt most az előzőleg emlegetett Tesla projektről egy kicsi betétés látható, itt most a hangja nem lesz hallható, de ez ilyen szempontból lényegtelen. Amire törekedtünk, hogy összegyűjtjük azokat a kompetenciákat, amelyhez az adott mintaprogram használható, illetve felvillantjuk azokat a legfontosabb tudnivalókat, hogy mi zajlik az adott mintaprogramnak a könyvtári, vagy inkább most már nem is mintaprogramnak hívom, hanem könyvtári foglalkozásnak keretében. Ezeknek egy része moduláris jellegű, az az egyeztetés alapján elképzelhető az is, hogy akár csak egy-egy modulját rendeli meg úgymond egy pedagógus az adott könyvtártól. Ezeket egyébként könyvtáros tanároknak is ajánljuk, hiszen ők is meg tudják valósítani a programoknak egy részét a saját eszközükkel, feltételrendszerükkel. Megjelent egy módszertani kiadványsorozatunk, ezeknek a kötetei a legtöbb könyvtárban megtalálhatók, hiszen ingyenesen rendelkezésre bocsátottuk minden igénylőnek, de aki nem jut hozzá, vagy éppen most ugye a könyvtárak zárva vannak, ezek a kiadványok letölthetők az énkönyvtáram.hu oldalról. Négy kötet módszertani tanulmányokat tartalmaz, négy kötet pedig az előbb emlegetett mintaprogramoknak, illetve foglalkozásvázlatoknak az ismertetését. Az utóbbi köteteknek a végén található egy olyan kis naptár is, melyben hónapokra lebontva bizonyos témanapokhoz kapcsolódva ajánlja, hogy melyik témához milyen mintaprogramot kínálnak a könyvtárak. Összesen 117 intézmény csatlakozott a fenntartási időszakra ehhez a kezdeményezéshez. Ezekről szintén az előbb emlegetett énkönyvtáram.hu oldalon a módszertant alkalmazó könyvtárak között lehet tájékozódni. A honlapon megtalálható még egy plusz elektronikus kiadvány, ebben további tanulmányok érhetők el. Itt akár, hogy milyen tereket érdemes kialakítani, ez megint könyvtáros tanárnak érdekes lehet, vagy éppen az olvasással való viszonyulás, akár olyan különös területekre vonatkoztatva is, mint például a fiúk és az olvasásnak a helyzete. Még egy érdekesség, hogy ugyan itt most elsősorban digitális témákról beszéltem, de az olvasásfejlesztés a könyvtárak szempontjából egy nagyon fontos momentum, és ennek egy alátámasztása, hogy a közvélemény kutatásból derült ki, hogy 100 olyan kisgyerekből, akinek naponta mesélnek, 73 válik rendszeresen olvasó felnőtté, viszont azok közül, akiknek nem,
mesélnek mindössze kettő. Tehát a könyvtároknak ez is most egy fontos célkitűzés, hogy már a legkisebbeket, tehát még az iskoláskor előtti években megnyerje a gyerekeket az olvasásnak. Megjelent egy pedagógusoknak szóló kis kettcsináló kiadványunk, ez egy 80 oldalas kötetecske, valószínűleg sokakhoz eljutott, de akihez nem, az szintén le tudja tölteni ezeket a, ezt a honlapunkról. Az én könyvtáram programról beszéltem eddig, azonban a Fővárosi Szabadalmi Könyvtárról még néhány dolgot így a járványhelyzet kapcsán elmondanék. Az egyik az az, hogy annak ellenére, hogy jelen pillanatban kölcsönözni nem lehet, de az adatbázisaink, online gyűjteményeink használata otthonról kölcsönző jeggyel lehetséges és ingyenesen megoldható, ez mindössze egy proxy beállításra van szükség az otthoni GPNS honlapunkon, ez most már a www.szek.hu oldalt jelenti található egy leírás, illetve azok számára, akik nem könyvtári tagok, egy úgynevezett online státusz igénylésével szintén ezek az adatbázisok hozzáférhetővé válnak. A másik fontos dolog a könyvtár otthonról szolgáltatás. Minden hétköznap 10-től 18 óráig kollégáink telefonon, e-mailben, illetve Skype-on állnak rendelkezésre. Itt most látható néhány olyan téma, amelyben valószínűleg pedagógusoknak is tudunk segítséget nyújtani. Ha nem tudunk azonnal válaszolni, akkor egy munkanapon belül mindenképpen igyekszünk választ adni. Hetente 100-150 kérdés fut be hozzánk, bízunk abban, hogy ez a szám még nőni fog. Illetve könyvtáros tanárok számára lehet érdekes az, hogy indította a Fővárosi Szabadalmi Könyvtári e-learning továbbképzést, ahol a digitális kommunikációval kapcsolatban nagyon sok mindent igyekeztünk bemutatni, többek között tanulástámogató applikációkat, illetve kommunikációt támogató applikációkat is. Tehát olyan könyvtáros tanárok, akik ebben szívesen belevágnának, azokat szeretettel várjuk. Eddig összesen 394-en regisztráltak erre a tanfolyamra. Nagyon röviden az én könyvtáram programról én ennyit tudtam elmondani, illetve a Szabó Ervin könyvtárból ajánlani egy-két dolgot. Bízom abban, hogy a következő időszakban személyesen is lesz módunk nem csak az online térben találkozni. És szeretném megköszönni a figyelmet. A Digitális és Pedagógiai Módszertani Központnak, illetve személyesen Főző Attilának pedig azt, hogy lehetőséget adtak nekünk arra, hogy megjelenjünk ebben a webináriumban. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, és akkor megyünk is tovább. A Sárkányos Gyerekkönyvtár részéről DNS Éva könyvtervezető fog beszélni a média ismeret foglalkozásról. Át is adom a szót. Szeretettel köszöntök mindenkit én is. Nagy örömmel veszek részt ezen a rendezvényen, és szeretném elmondani, hogy ugye 20 éve vagyok gyerekkönyvtáros, és mindig azt szoktam mondani, hogy a gyerekkönyvtáros három lábon áll. Az egyik ugye az a népmesék, a másik a kortárs és klasszikus irodalom, és a harmadik természetesen a médiaismeret. Körülbelül 10-12 éve tartunk médiaismereti foglalkozásokat. Ezeket elsősorban a 7.-8. osztályosoknak és gimnazistáknak tartjuk, és mindig egyeztetünk a tanárokkal, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ugye a jövő a könyvtárba kezdődik, a múlt is ott kezdődik, és hát reméljük, hogy a gyerekek jelene is ott fog kezdődni a pedagógusok és könyvtáros kollégák segítségével. Nagyon fontos ezt elmondani, és csak hangsúlyozni szeretném ugyanúgy, hogy ahogy Feri is mondta, hogy bizony a gyerekek egy része csak a könyvtárral iskolai kereteken belül, vagy hát intézményes kereteken belül találkozhat, és ennek hatására jutnak el a szülőkkel, úgyhogy beiratkozzanak is, tehát nagyon hálásak vagyunk a pedagógusoknak, akik megmutatják ezt a fantasztikus lehetőséget. És akkor rátérnék a médiaismereti foglalkozásainkra. Ezek körülbelül másfél órásak, és úgy zajlik a könyvtárban, hogy előzetesen egyeztetünk ugye a pedagógussal, többféle témát dolgoztunk már ki, és az egyik az a ókori Róma, ókori Egyiptom, ókori Görögország, a másik a disztópiákkal kapcsolatos, ez egy nagyon-nagyon nagy kedvenc a fiatalok a tinik körében. A lényege az, hogy a disztópia ugye egy olyan műfaj, amiben a jövőben játszódik egy történet, és általában fiataloknak kell megmenteni a világot, mert hát ugye
a felnőttek vírusosak lettek, betegek lettek, tönkretették a környezetet, de hát ez ugye 2033-2035 környékén játszódik a történet, és az a nagyon jó hírem van, itt most minden előadó és résztvevő számára, hogy eddig az összes feladatot mindig nagyon ügyesen megoldották a diákok, tehát azért tudunk most itt értekezni, beszélgetni, szakmázni, mert ezek a gyerekek fantasztikusan teljesítettek, és megtalálták az életmentő kódokat. Maga ez a médiaismereti foglalkozás, vagy világ megmentése, ahogy szoktuk ezt mondani, ez kicsit hasonló, mint a szabadulószobák, tehát van egy adott idő, amin belül a feladatokat meg kell oldani, és most az ókori Rómával kapcsolatos feladat tematikáját mondom el, tehát megérkezik a csapat, aláírnak egy jelenlétívet, akkor beszélünk egy kicsit az adatbiztonságról, hogy mi történik az adataikkal, akár kép, akár saját személyes adatok, tehát hogy megadunk-e az interneten dolgokat, mit adunk meg, hol adjuk meg, milyen formában, hogyan érdemes ezekre vigyázni. Majd hirtelen kapnak egy üzenetet, egy rejtélyes üzenetet a jövőből, 2033-ból, amiben segítséget kérnek tőlük a felnőttek, a kedvenc tárgyaik, a jövőbeni felnőttek, és elmondják, hogy bizony-bizony tönkrement a föld, elégett, elpusztult, vírusok pusztítanak. Hát ez valószínű mindenkinek ismerős most ez a történet, és lényeg az, hogy csak ők menthetik meg a világot, és nekik kell megtalálni ezeket a rejtett titkos kódokat, és ezt úgy lehet megtalálni természetesen, hogy a könyvtárban működik az internet, léteznek a könyvtári adatbázisok, és természetesen ott vannak a könyvek is. Tehát ez egy offline feladatsor, tehát a könyvtárban zajlik, de utána elmondom majd, hogy hogy zajlik ez online, mert hogy most már azt is kidolgoztuk. Tehát a gyerekek kapnak először is olyan feladatokat, hogy híreket, álhíreket kell keresni az ókori Rómában, ókori Rómához kapcsolódik, és utána megbeszéljük, hogy hogyan találták meg. Tehát nem elég azt elmondani, hogy igaz vagy hamis, hanem azt is meg kell mondani, hogy hol találta ezt az adatot, mi alapján tudta megítélni, hogy ez valóban egy igaz adat, vagy pedig sem. És utána pedig, amikor megbeszéltük, hogy ezek a római hírek vagy álhírek, ezek valóban igazak voltak-e vagy sem, áttérünk napjainkra, és a napjainkban lévő hírekre és álhírekre kell keresgélni, és itt is megbeszéljük, hogy mi alapján derül ki, hogy ez mégiscsak álhír volt, hogyan lehet keresni, milyenek a megbízható oldalak, milyen forrásokban érdemes kutatni. És utána olyan feladatot kapnak, hogy az adott témával kapcsolatban, most jelenleg az ókori Rómával kapcsolatban, a könyvtár tereiben keressenek olyan könyvet, amit ők úgy gondolnak, hogy a jövő generációja, a 22. század generációja számot tarthat rá, és ebből tanulhat, ezzel azt az adott témát, például az ókori Róma történelme, vagy az ókori római költőkről, ha valamit szeretnének tudni, melyek azok a könyvek, amiket ők megmentenének a világnak, ha sehol máshol nem menekülhetnének meg a könyvek, ha sehol máshol nem menekülhetne meg a tudás, hiszen az internet az csak a könyvtárban működik, mint ezt tudjuk 2035-ben. Tehát lényeg az, hogy ők választják ki ezeket a könyveket, és ajánlják egymásnak, és itt is meg kell indikolni, hogy miért ezt választották. A feladatok egy része könyvekhez kapcsolódik, és a feladatok másik része pedig az internetes világhoz kapcsolódik, tehát ez egy nagyon komplex foglalkozás, nem csak a digitális írástudást fejleszti, hanem az olvasást is, a kritikus gondolkodást, tudatos média használatot, ezen kívül természetesen felkeltik az adott téma iránt az érdeklődést, hogy szívesen foglalkozzanak mondjuk az ókori Rómával. Ehhez kapcsolódóan a végén pedig van egy olyan feladat, egy kakukktojás, amit csak könyvben lehet megtalálni, és abból egy idézetet a végén felolvasunk, és ezzel zárul a feladat, valamint a megtalált kódok segítségével visszajuttatjuk az embereket 2033-ba, természetesen akkor már egy megfelelő környezetbe, hiszen nem pusztul el a világ, az emberek életben maradnak, és ez bizony a mi tini korosztályunk,
osztályunknak, tini csapatunknak köszönhetjük. Ezt a foglalkozást egyébként nagyon-nagyon kedvelik a gyerekek, nagyon szokták szeretni. Megtartottam ezt más iskolákba is, a disztópiás foglalkozást, tehát ez egy nagyon izgalmas és nagyon jó feladat, és mivel itt vagyunk ugye a vírus helyzetben, ezért nagyon sok online szolgáltatást próbáltunk kifejleszteni. Van a személyre szabott könyvajánló lista, a tematikus könyvlisták, amiből lehet válogatni. És ehhez kapcsolódóan próbáltunk segíteni, hogy hogyan lehet a pedagógusoknak egy olyan órát tartani, úgyhogy nem jön el a könyvtárba a gyerek, de mégis a könyvtárt használja. És ehhez ezt a médiaismereti foglalkozást most egy picit átvariáltuk, és megpróbáltuk úgy megcsinálni, hogy online felületen bejelentkezve a Teams-be, vagy hát abba a felületbe, amit az osztályiskola használ, ellátogatnak úgymond a könyvtárba, és hasonló foglalkozás keretében, egy 60 perces foglalkozás keretében ugyanúgy beszélünk arról, hogy hogyan lehet megvédeni az adatainkat, ugyanúgy van egy hírek, álhírek totó, amit ki kell tölteni, meg kell oldani, és a könyvtár használatot, a könyv használatot, ezt úgy oldottuk meg, hogy ajánlaniuk kell könyveket az adott témába, tehát mondjuk az ókori Rómával kapcsolatban könyveket, és úgy, hogy keresnek az interneten ilyen könyvet, leírást hozzá, majd csoportban megbeszélik, hogy melyiket ajánlanák, és azt be kell, hogy mutassák, tehát, de csak olyat választhatnak, ami a könyvtárban megtalálható, tehát használniuk kell a katalógust, meg kell nézniük, hogy vajon az a könyv megtalálható a katalógusunkba is, és így lehet ajánlani a többieknek, hogy nézzék meg, próbálják ki, és reméljük, hogy majd ez is nagyon fog tetszeni a csoportoknak, tehát ez most ez egy nagyon friss projekt, pontosan azért, hogy ha az online világba kellett költöznünk, akkor mégis tudjunk segíteni a pedagógusoknak, és hát a tiniknek meg ugyanúgy fel kell tenni az érdeklődést egy adott téma iránt, amit éppen vesznek az iskolába, de a disztópiákkal kapcsolatban pedig szintén el lehet jutni a könyvtárba, az adatbiztonsághoz, a hírekhez és álhírekhez egyaránt. A maga a könyvtárban nagyon sokféle foglalkozás zajlik normál esetben. Van a sárkányos kincskeresés, ugye Feri említette az én könyvtáram projektet, ott meg lehet találni a sárkányos kincskeresést, és igyekszünk a továbbiakban több korosztály számára is online felületen elérhető könyvtárhasználati, médiahasználati foglalkozást kitalálni. Ez még folyamatban van, de ez a médiaismereti foglalkozás sorozat, ez már használható és elérhető egyaránt. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, remélem belefértem az időbe, és köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Éva. Kettő blokk van még hátra, most két bibliográfiának a bemutatása következik majd. Elsőként megkérem Kerékgyártó Ágnest, hogy a Magyar Szociológiai Irodalom bibliográfiáját mutassa be. Át is adom a szót. Köszönöm szépen, Tamás. Én is üdvözlök mindenkit sok szeretettel, és most megpróbálom megosztani a képernyőmet. Sikerült, köszönjük. Köszönöm szépen. Tehát a Fővárosi Szabó Ervin könyvtár, amellett, hogy Budapest közkönyvtára, ezen kívül országos szakkönyvtári funkciót is ellát, és e funkció keretén belül építi az országos szaktudományos bibliográfiát, méghozzá a szociológia területén. Ez a bibliográfia. Elnézést. Tehát ez a bibliográfia az évek során rendkívül sokat fejlődött, és egy több szempontból is kereshető, elektronikusan feldolgozott online adatbázissá változott. És hát erről szeretnék beszélni, hogyha ez a kis kövögés engem ebben nem gátol meg. Tehát a bibliográfiákról általánosságban
azt kell tudni, hogy ez a nem más, mint a dokumentumok rendszerező jegyzéke. Valójában a bibliográfiákat kutatáshoz lehet a legjobban használni, és azt tudhatjuk meg, hogy valamilyen témáról milyen könyvek, cikkek, tanulmányok, egy adott szerzőnek milyen művei, vagy bizonyos szakterületen, folyóiratokban milyen cikkek, tanulmányok jelentek meg. Szeretném kiemelni, hogy a bibliográfia és a katalógus az nem ugyanaz, bár a Szabó Ervin könyvtárban mind a három általunk épített bibliográfia, a Budapest bibliográfia, az irodalmi, ami majd bemutatásra kerül, illetve a szociológiai bibliográfia is integrálva van a katalógusban, tehát a keresőfelületük azonos. Azonban ez nem jelenti azt, hogy a bibliográfia meg a katalógus az egy azonos fogalom lenne. A bibliográfia jegyzetek, tehát egy jegyzék, dokumentumok jegyzéke, a katalógus pedig az adott könyvtári állományt tárja föl, tehát az példányadatokkal van már ellátva. A 90-es évektől kezdődően már egy információs robbanás történt, a 2000-es években pedig ez csak fokozódott, és ez érinti a bibliográfiákat is, és a könyvtári tevékenységet is egyaránt, hiszen amíg a bibliográfiát használó kutató vagy információkereső egyénnek az volt a legnagyobb kérdése, hogy vajon van-e az ő adott szakterületéről témába vágó információ, és hogy hol van az az információ, erre használták a bibliográfiákat. Manapság nem az a kérdés, hogy van-e információ, hanem az, hogy a tengelyi adat, vélemény, cikk, publikáció közül mégis melyiket részesítsék előnyben. Tehát megváltozott a kérdés feltevése. És hát ezt a kérdést segíthetnek megválaszolni a könyvtári adatbázisok, amelyeket ugye mi is építünk. A könyvtári adatbázisoknak az elsődleges célja az, hogy az összegyűjtött információt kereshető formában bocsássák a használók rendelkezésére. És hát ebben a keresésben, amikor az adott kutató az interneten keres, akkor ugye a Google az első számú versenytársunk. Azonban azt gondolom, hogy van három olyan szempont, ami miatt a könyvtári adatbázisok jobban használhatók, mint a Google. Ez a három szempont pedig a hitelesség, a hatékonyság és az emlékező képesség. Hitelesség alatt azt értem, hogy beírunk egy akármilyen keresőkérdést a Google-be, akkor arra több tízezer találatot fogunk kapni. Viszont ebben mindenféle lesz. Lesz benne újságcikk, lesz benne szórólap, lesz benne tájékoztatófüzet, prezentáció, rengeteg álhír és csak néhány könyv vagy tanulmány elektronikus formában. Ami azt jelenti, hogy ezeknek az információknak azért, hogyha szeretnénk őket használni, akár pedagógusként, akár bármilyen más területen, valójában ezeknek az információknak utána kellene menni, hogy mégis amit mondok, amit állítok, az úgy van el. Tehát ez eléggé igaz-e, konkrét-e, vagy korrekt-e. Ezt meg lehet csinálni természetesen egyénileg is, de azért ez idő. A könyvtári adatbázisok használata azért javasolt, mert mi csak és kizárólag ellenőrzött hiteles forrásokból dolgozunk, tehát aki ebből szerzi az információkat, az biztos lehet benne, hogy amit mond, az korrekt, tehát hogy az úgy van, tehát nem kell neki pluszban leellenőriznie. A hatékonyság a második szempont, amire én azt gondolom, hogy egy könyvtári adatbázisban keresni hatékonyabb, mint a Google-ben. Ennek igazából az az oka, hogy míg a Google egyablakos keresőt használ, ami nagyon egyszerű és praktikusnak tűnik, valójában számtalan keresőkérdést kell lefuttatni ahhoz, hogy megkapjuk egészen pontosan az információ halmazt, amit keresünk. Tehát egy nagyon-nagyon-nagyon nagyjáboli lista lesz csak, és nem tudjuk szűkíteni, nem tudjuk pontosítani a keresésünket. A harmadik dolog pedig az emlékező képesség, amin azt értem, hogy természetesen tudjuk, hogy az internet nem felejt, de azért ez valójában csak azokra az időkre vonatkozik, amióta az internet van. Tehát az internet előtti időszaknak a termése azért nem 100%-ban került még föl a netre. A másik dolog pedig, hogy ami fel is került, az sem biztos, hogy örökké ott marad. Tehát innentől a könyvtári adatbázisokat használni azért célszerű, mert az abban található információk, azok
évtizedekre, adott esetben évszázadokra visszamenő dokumentumokat és adatokat tartalmazhatnak. Tehát mindenképpen szélesebb lesz a merítésünk, mindenképpen teljesebb lesz. A szociológiai bibliográfia, tehát az országos szakbibliográfia, amit a Fővárosi Szabó Ervin könyvtáron belül a szociológiai gyűjtemény kollégái építenek. Nem fogok ennél többet erről beszélni. Azt nagyon fontosnak tartom megemlíteni, hogy a szociológia tudományának kialakulásával párhuzamosan a bibliográfia is létezik. Tehát gyakorlatilag a kezdet-kezdetétől együtt fejlődik maga a szociológia és az a szociológia szakirodalmát feltáró bibliográfia. És célja szerint számba vesz minden magyar vonatkozású szociológiai publikációt. Nyilvánvalóan dokumentumtípusra egyéb szempontok szerint szűrünk, viszont minden, ami fontos benne van, de teljességre törekszik, nem válogat. A fő mérföldköveket emeltem ki, hogy hogyan fejlődött ez a bibliográfia. A 70-es években már elektronikusan kereshető, amivel az egész országban gyakorlatilag úttörő szerepet vitt a Fővárosi Szabó Ervin könyvtár. 2002-ben integráltuk a katalógusba, amire szeretnék visszautalni, hogy katalógus és bibliográfia nem ugyanaz, de ettől kezdve a kettőnek a kereső felülete azonos. És 2010 körül kezdtünk hozzákapcsolni linkeket a bibliográfiai rekordokhoz, aminek az volt a célja, hogy online is elérhető, full texttel olvasható dokumentumokat szolgáltassunk az olvasóinknak. És így, hogy elektronikusan több módon kombinálható keresőkérdésekkel, teljes szöveggel van ellátva már ez az adatbázis, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy már egyre inkább hasonlít az egyébként sok millió forintért elérhető külföldi adatbázisokhoz, amelyeket természetesen a könyvtár szintén szolgáltad bizonyos mértékben, ezt viszont saját erőből építjük. És hát akkor a kérdés, ugye, hogy milyen területeken nyújthat segítséget a szociológiai bibliográfia az oktatás során, akár középiskolában, vagy általános iskolában. Én azt gondolom, hogy ezért középiskolában inkább lehetséges, de például rögtön az első terület a pedagógusok önképzéséhez, azt gondolom, hogy nagyon sok hasznos anyag van benne. Van egy ilyen, a szociológiának van egy ilyen határterülete, hogy nevelés szociológia. Természetesen a nevelés szociológia szakirodalmát teljes körülön feltárja a szociológiai bibliográfia, lehet benne keresni. A másik terület, ez esetleg a történelmet tanító pedagógusokat érdekelheti. A szociológiának egy másik határterülete a történelem, és a kettőnek a meccéspontján a társadalomtörténet található. A társadalomtörténetet is teljes körülség igényével tárja fel a szociológiai bibliográfia, tehát bizonyos történelmi korszakoknak, ha meg szeretnénk ismerni a társadalmi hátterét, akkor bőven van benne anyag. Harmadrészt pedig hát a szociológiának ugye maga a fő fókusza a különböző társadalmi csoportoknak a társadalomban elfoglalt helyzete, életmódjuk, viszonyuk, stb. Itt néhány olyan társadalmi csoportot emeltem ki a képen, amelyek eltérnek a többségi normától, és viszont az empatikus, hát mert hogy a tanulókban bizonyos fokú empátiát próbáljunk ébreszteni irántuk, akkor nem állt, hogyha megismerkedünk ezekkel a csoportokkal, és a szociológiai bibliográfiában számos ötletet találhatunk arra, hogy mégis miről érdemes a tanulókkal beszélgetni, milyen módon. A szociológiai bibliográfia a következő címen érhető el, szociologiai.kukac.fszeg.hu, és én most már itt nem fogom ezt részletesen bemutatni, mert az utánam következő kolléganő beszélni fog a keresési tippekről és trükkökről, és mivel mondtam, hogy a három bibliográfiának a kereső felülete nagyon hasonló, és mindez nagyon hasonlít a katalógusunkhoz is, ezért ezek érvényesek lesznek. Minden, amiket ő mond, nyilvánvalóan a kereső kifejezés más lesz, de amiket ő mond, az érvényes lesz arra is, amiket erre a bibliográfiára is. Amit ki szeretnék hangsúlyozni, hogy itt ahhoz, hogy most a járványhelyzet miatt az online tartalmakat hatékonyan el tudjuk érni, itt az internet címet állítsuk át legelőször is, írjunk oda egy százalékjelet,
És utána a kulcsszóhoz már beírhatjuk mindazokat a dolgokat, amikről beszéltem eddig. Tehát például azt, hogy nevelés, szociológia. Beírom. És itt lehet látni, hogy csupa olyan találat jött ki, aminél van ez a kis négyzetecske és nyilacska. Egy kicsit közbeszólok, mert most nem látjuk a képernyődet. Lehet, hogy prezentálni szeretted volna, amit mutatsz, de még mindig az utolsó diádat látjuk. Ja, jó. Akkor, hát megpróbálom akkor. Megpróbálom még egyszer. Lehetséges, hogy úgy volt beállítva a megosztás, hogy csak a diát mutassa. Úgyhogy ha megnézed a... Most milyen? Most jó. Igen, most már jó, köszönjük. Jó. Bocsánat, de én tényleg már csak egyetlen egy percet kérek szépen, tehát akkor még egyszer, ami nagyon fontos, hogy megkaptuk ezt a felületet, a Magyar Szociológiai Irodalom bibliográfiája. Itt az első vagy a második mezőben egyaránt áttalíthatjuk az internet címet, tehát ez hangzott el, és ide írjunk be egy százalékjelet. És ha utána beírjuk a keresőkérdést, ami lehet nevelés, szociológia, társadalom, történet, kisebbségi csoportok, tanár-diák kapcsolat, bármi, akkor hogyha megnyomjuk a keresést, akkor olyan találatokat fogunk kapni, amelyek mind elérhetők online. És ezeknek a dokumentumoknak az online elérhetőségét biztosítják a szociológiai gyűjtemény kollégái, csak úgy, mint azokat a tájszavakat, amelyekkel feltárjuk ezeket a dokumentumokat. Tehát itt mindegyik találatnál lesz hozzá csatolva full textes elérés. Úgyhogy én csak ennyit szerettem volna, és az összes többi tippek és trükkök majd a következő kolléganő előadásában hangzanak el. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen, és akkor elérkeztünk a záró előadáshoz, ami az irodalmi bibliográfiát fogja bemutatni. Át is adom a szót Csopaki Orsolyának, a Központi Könyvtár tájékoztató könyvtárosának. Szeretettel köszöntöm a hallgatóságot. A szociológiai és a Budapest bibliográfia mellett a Központi Szabó Ervin Könyvtár harmadik bibliográfiai szolgáltatása, az irodalmi kritikák és tanulmányok bibliográfiája. Ez is egy szakirodalmi adatbázis, tehát magyar és világirodalmi szakkönyveket, valamint irodalmi szakfolyóiratokat, heti és napilapok irodalmi vonatkozású cikkeit dolgozza fel. Analitikus a feltárás a bibliográfiában, ugye a címében is benne van. Ez azt jelenti, hogy a tanulmánykötetek egyes fejezeteit és a folyóiratcikkeket külön is kereshetővé teszi az adatbázis. Ezek a cikkek, könyvekben megjelent írások, általában recenziók, műelemzések, tanulmányok, interjúk, laudációk, nekrológok vagy úgynevezett ajánlóversek. Kétféleképpen érhető el az adatbázis, hasonlóan a másik két bibliográfiához, vagy a Szabó Ervin könyvtár katalógusában a szakbibliográfiák közül kell kiválasztani, vagy pedig önálló adatbázisként az irodalmi-fszek.hu címen. Meg is nyitjuk a keresőfelületet. A katalógushoz hasonló keresőt látunk. Jelenleg az irodalmi bibliográfia közel 136 ezer tételt, dokumentumleírást tartalmaz. A legnagyobb számban a recenzió kereshető. Rákeresünk a 2020-as évre. És rögtön látszik a találati lista felett, hogy csak ebből az évből 1484 találatunk van recenzióra. Azért is hívnám fel erre a műfajra a figyelmet, ugye ez a könyvismertetés, a műkritika más néven, irodalomoktatásban is nagyon jól használható, viszonylag rövid, a műelemzésnél gyorsabban olvasható, tipikusan publicisztikai szövegtípus. Ugye, ha megjelenik egy új könyv, különböző sajtóorgánumok kritikusai azonnal lereagálják egy-egy kritikával.
ezek összehasonlítására, tehát ugyanazzal a művel kapcsolatban többféle olvasat, vélemény bemutatására adhatnak példát ezek a recenziók, ezért is érdemes talán megismertetni velük a diákokat. Kulcsszóként kerestem, ugye a kulcsszó a legtágabb keresési szempont a bibliográfiákban. Ha kulcsszóként keresünk valamit, akkor a dokumentum teljes leírásában keres a rendszer, tehát a nevek, a címszavak és a tárgyszavak közt is. A szerző a szakírót jelenti. Ha például Eszterházi Péter nevére keresünk szerzőként, nem róla fogok szakirodalmat kapni, hanem az általa írt irodalomkritikákat, vagy a vele készült interjúkat kapom találatként. Hogyha róla szeretnék szakirodalmat, vagy mondjuk egy regénye műelemzését, akkor ugye tárgyszóra kell keresnem, például Harmonia Celestis, beírjuk, illetve csonkolhatjuk is, erre azért hívnám fel a figyelmet a százalékjeles csonkolásra, mert hogy ez nem a Google, tehát itt, hogyha szórészletre akarunk keresni, akkor mindenképpen ki kell tennünk ezt a csonkolójelet. Tehát tárgyszóra keresem Eszterházit és a Harmonia Celestist, és akkor így garantáltan csak erről a műről fogok műelemzéseket látni a bibliográfiában, illetve recenziókat. Bizonyos költők, írók esetében érdemes a böngészést használni, ezt itt fent kell kiválasztani. Ha például idegen, nem latin betűs nyelvterület alkotóiról, például ógörög vagy ciril betűs szerzőről keresünk szakirodalmat, itt meg tudjuk nézni, hogy melyik a szabványos alak. Például most rákeresünk Csehov nevére. Ugye látjuk, hogy az általunk beírt alak, tehát ez a magyaros névváltozat, ez csak egy utaló, ezt piros szín jelzi. De a szabványos könyvtári alak az, amelyik előtt a pipa látható, tehát tárgyszóként erre kapnánk a legtöbb találatot, hogyha rákattintanék, akkor most le is jönne ugye a találati lista. De szeretnék megmutatni egy másik példát is, hogy mikor lehet még hasznos ez a böngésző felület. Nagyon gyakori neveknél, tehát hogyha több személy is viseli ugyanazt a nevet, szintén hasznos a böngészőben keresni. Például a Nagy Lászlóból ugye több is van, és a születési, illetve halálozási évszámok egyértelműsítik, hogy kiről is van szó. Hát ugye látjuk, hogy 620 találat kapcsolódik a költő Nagy Lászlóhoz, ha rákattintok, akkor le is jön a találati lista, és így garantáltan csak a költő Nagy Lászlóról kapunk találatokat, ezért érdemes a böngészőből indítani ezt a típusú keresést. Visszatérünk az összetett kereső felületre, természetesen fogalmakra is kereshetünk tárgyszóként. Javaslom az oktatási segédlet tárcót, lévén, hogy ugye most az irodalomoktatás a szűkebb témánk. Átfogó kézikönyveket, vagy monográfiákat, közérthetőbb műelemzés gyűjteményeket, esetleg irodalomtanítással kapcsolatos módszertani kiadványokat lehet így találni erre a keresőszóra. Volt már szó az előbbi előadásban arról, hogy ugye ez a kis piktogram, a fekete négyzet a nyíllal a webes elérhetőséget jelenti. Ha erre rákattintok, akkor jó esetben megjelenik ugye a teljes könyv, teljes szövege annak a dokumentumnak. Attól függően, hogy milyen szövegarchívumhoz, teljes szöveges adatbázishoz vezet a link, más-más lehetőség van a szöveg elolvasására, ugye vannak olyan adatbázisok, mint a
magyar elektronikus könyvtár, vagy az elektronikus periodika archívum, a digitális tankönyvtár, ahol mindenki számára szabadon hozzáférhető dokumentumok olvashatók, de vannak természetesen fizetős adatbázisok, például ez a találat is ugye a szaktárs adatbázisból jelent most meg. Ezek a találatok csak azoknak fognak megnyílni, akiknek érvényes kölcsönzőjegyük van, vagy pedig online olvasójegyük. Jó, próbálunk visszatérni a keresőfelülethez. Az oktatási segédleten kívül a másik ajánlott tárcó, amivel lehet próbálkozni, például az irodalmi téma vagy irodalmi motívum. Összehasonlító műelemzés tanításához, a tematikus, motivikus megközelítéshez lehet hasznos ez a keresőszó. A jellemzőbb irodalmi témákat, motivumokat meg is nevezzük, felvesszük tárcóként, például a Biblia, mint irodalmi téma, mint irodalmi motivum használat ugye a különböző művekben. Ehhez kapunk így találati listát. Az előbb néztünk digitalizált dokumentumot. Ha nincs elektronikus elérhetőség, akkor ugye nem látható ez a piktogram. Kétféle eset van, vagy tanulmánykötetben megjelent írás, vagy mondjuk cikk, tehát folyóiratban olvasható írás. Ha megnyitok egy rész dokumentumot, tehát egy könyves rész dokumentumot, és nincs webes elérhetőség, akkor itt látható a leírásban a forrás dokumentumnál, hogy melyik az a könyv, amiben szerepel a tanulmányunk, és a forrás dokumentum alatt látható egy link, amivel már el tudok jutni a könyvnek az adataihoz, és meg tudom nézni, hogy hol találhatók a példányok. Melyik könyvtárban. Hogyha cikkről van szó, tehát cikket találunk, akkor sajnos nem lesz egy ilyen ugrópont a forrás dokumentumnál, ilyenkor ki kell másolnunk a folyóirat címét, ugye megnézzük, hogy melyik lapszámban, hol található pontosan a tanulmány, és külön rá kell keresnünk magára a folyóiratra, tehát a folyóirat címére keresünk. Érdemes kiválasztani az időszaki kiadványt, hogy valóban csak a periodikumok között keressen a rendszer. És akkor meg is kapjuk a folyóiratnak a leírását, és ebben már jó esetben látható egy digitalizált változat, illetve ennek a linkje. És innen már ki tudok jutni az internetre, és jó esetben ugye el tudom olvasni a keresett cikket. Tértünk akkor a keresőhöz. További tárcszavakra is természetesen érdemes keresgélni, stílusirányzatok, korszakok, műfajok, irodalmi szakkifejezések, akár jelentősebb eseményekhez, például 1956-os forradalom tárcóhoz kapcsolódó dokumentumok megtalálhatók a bibliográfiában, és minden keresőszóra érvényes, hogyha tárcóként kevés találatot kapok, akkor ugyanazt a kifejezést kulcsszóként is meg kell próbálnom beírni, mert ugye, ahogy mondtam is, a kulcsszó az egy tágabb keresési paraméter, növelhetem a találati listát azáltal, hogyha kulcsszóra próbálok keresni, hiszen az a címszavak és a tárgyszavak közt egyaránt keres. Még egy speciális szövegtípusra szeretném felhívni a figyelmet, ez az úgynevezett ajánlóvers.
ha egy irodalmi folyóiratban megjelenik egy kortárs vagy klasszikus költőhöz, íróhoz címzett vagy őt megidéző vers, akkor ezeket is regisztráljuk a bibliográfiában, tehát ez az egyetlen szép irodalmi műfaj, amit felveszünk a bibliográfiába. Ilyenkor a vers ihletője, tehát az, akihez írták, a tárcó, a Arany Jánoshoz kapcsolódó ajánló verseket keresünk. Meg is jelenik a lista. Itt is van néhány elektronikus elérés, például Buda Ferencnek egy nagyon szellemes családi kör átirata elérhető elektronikusan. Az intertextualitás a kortárs költészet témájának a parafrázisok tanításához jó példákat lehet találni ezek közt a versek közt, úgyhogy ezért is akartam felhívni erre a figyelmet. Nagyon röviden ennyit szerettem volna elmondani. További információ a honlapunkon található, akár az irodalmi bibliográfiáról, akár a többi adatbázisról, és természetesen az itt olvasható elérhetőségeken további kérdéseket lehet feltenni a szolgáltatásokkal kapcsolatban. Köszönöm a figyelmet! És még egy szó erre, vagy néhány szó erejéig hagyd mondjam el, hogy van nekünk egy harmadik szakgyűjteményünk is, a zenei gyűjtemény, akik szintén részt vesznek két tananyaggal a digitális témahét program sorozatban, amik megtalálhatóak a tudásbázisban. Köszönjük szépen az érdeklődést és a résztvételt!